Első pont, a nyugati világ egyik legnagyobb problémája, hogy nem születik elég gyermek. Második pont, nincs fenntartható fejlődés gyermekvállalás nélkül. A harmadik, hogy két párhuzamos dolog megvalósítására van szükségünk. Az egyik az az, hogy határozottan kiálljunk a hagyományos értékek mellett, a másik pedig, hogy olyan döntéseket tudjunk hozni, amelyek valóban támogatják a gyermekvállalást, a családalapítást. A negyedik pont, hogy határozottnak kell lennünk, határozott fellépésre van szükség, hogyha nem vagyunk határozottak, hogyha nem látszik rajtunk az elszántság, akkor majd amikor például én nagyszülő leszek, nagymama, akkor már nem nagymama leszek, hanem nagyszülő egy, kettő, három, rossz esetben négy, tehát elveszítjük azokat az értékeinket, amiket olyan fontosnak tartjuk, tartunk, és észre sem fogjuk ezt venni. Az ötödik pont, hogy szükség van arra, hogy időről időre így egymás szemébe nézzünk, találkozzunk egymással, kellenek a hasonló alkalmak, amikor tudunk beszélgetni, közösen gondolkodni.